folyamatosan szembesíti az olvasóját a magyar társadalom legkínzóbb kérdéseivel, és kendőzetlenül. Tehát a rendszerváltozás utáni visszásságokkal, a vidék kiürülésével kapcsolatosan, a különböző politikai belharcokkal, a nemzeti minimum hiányával, ezek folyamatosan megjelennek Olá András költészetében. Úgy gondolom, hogy a megyében a legnagyobb elődje Andrásnak részben Váci Mihály, de még inkább Ratkó József volt. Ratkó nem úgy tűnik át az ő versein, nem olyan direkt módon, mint a Magyar József versein, aki Nyírbátorban élt, már nem lehet köztünk, de a ratkói örökség, a szembenézés keménysége az életünkkel, ez jelen van a verseiben. Hát a köteteit számba veszük, akkor igen gazdag az a költői termés, sőt dráma írói termés is, prózaírói termés, amit ő magának mondhat. Ez egy hallatlan kitartást, szorgalmat, erőt, sok embert kívánó hát vállalás, amit ő Máté Szalkán csinál, sőt, hát az irodalmi műsorok szervezésében, a Máté Szalka szellemi életének szervezésében is oroszlán részt vállal. Mindenhol ott van András. Rengeteget utazik. Nem tudok szinte olyan rendezvényre elmenni, fontos rendezvényre az országban, hol Budapesten tűnik fel az Írószövetség összejövetelein, rendezvényein, nemrégiben Péntek Imrének a 80. születésnapján, vagy Balatonfüreden egy más rendezvény keretei között, és nem beszélve még a Kölcsey Társaság rendezvényeiről, ahol folytonosan ott van, folytonosan figyel, folytonosan kapcsolatokat teremt, és mindezek megjelennek a Máté Szalkán szervezett író-olvasó találkozókban, illetve a Parciumban. Úgy gondolom, hogy Olá András igen értékes szereplője, és országosan is jegyzett szereplője a magyar irodalomnak, ahogyan ezt néhány kitüntetése is bizonyítja. ...2021-ben a Magyar Művészeti Akadémia Íj és Gyula díját kaptam, az irodalmi tagozat Íj és Gyula díját kaptam, és egyrészt meg is lepett, hiszen nem számítottam rá. Másrészt azért fontos dolog, mert ez egy abszolút szakmai díj. Itt a Művészet Akadémia tagjai, azok az irodalmi tagozat tagjai, azok, akik a döntést meghozzák, és ez hallatlan büszkeséggel töltött el, hogy ezt a díjat megkaphattam. Életem első történelmi drámája, ami teljesen véletlenül született, eredetileg én egy tanulmányt szerettem volna írni Teleki Lászlóról, és pont ebbe a lakásba költöztünk át, amikor a jegyzeteim elő keveredtek, és elkezdtem újraolvasni, és rájöttem, hogy ennek van egy olyan ereje, amiből inkább mást kell csinálni, inkább irodalmat kell csinálni. És akkor írtak ki egy pályázatot, elküldtem, és harmadik helyezést értem el klasszikusok mellett. Tehát az valami hatalmas sikerélmény volt. Tehát mondhatnám akkor a megyei Primissima díjat is, amit ítéltek nekem pár évvel ezelőtt, vagy az Ady Endre díjat, amit viszont kifejezetten a határon túli szerzők számára írtak ki Erdélyben, illetve Romániában, és maguk a díjat adók is a Romániai Írószövetséghez kötődő alkotók voltak, és érmény szenten vehettem át annak idején. Most hamarjában ezek jutottak eszembe. Először nem verseket írtam, tehát valamikor 6.-7. osztályos lehettem, ilyen 12-13 éves, amikor az első írományokat elkészítettem. Ez kifejezetten annak volt köszönhető, hogy rengeteg kalandregényt, ifjúsági történelmi regényt olvastam, és valami hasonlót próbáltam én is összehozni, és ezt megosztottam az osztálytársaimmal, és mindig kérték, hogy meséljem, hogy hol tart a történet. És volt egy unokaöcsém is, aki imádta, ha mesélek, és olyan dolgokat mesélek, amik nem a könyvben vannak megírva, hanem én rögtönzöm ezeket a dolgokat. És ezekből a rögtönzésekből készült el egy füzetnyi anyag, amit miután az osztálytársaim beárultak idézőjelbe téve a rajztanárunknál, hogy én nem csak rajzolni szeretek, mert hogy rajzolni is szerettem,
hanem még írogatok is, hát ő elkérte tőlem, Madarász Gyulának hívták egyébként, kiváló festőművész, zsákai születésű, most a Zsákai Kastélyban emlékterme van, illetve később a Kölcsei tanítóképzőnek a rajztanszékét vezette. Nos, ő volt az első kritikusom, tehát ő volt az, aki kézbe vette, elolvasta, és kiderült, hogy végigolvasta, mert a beszélgetés során, amikor visszatértünk a témára, akkor olyan epizódokat emelt ki, amiket csak akkor tudhatott, ha elolvasta ezt a történetet. És akkor ő biztatott arra, hogy igen, írjak és olvassak sokat. Egyébként azt gondolom, hogy az egész az olvasás szeretetből adódott. Azt pedig, hogy miért szerettem olvasni, az meg még egy korábbi keltezésű történet. Ez pedig az elsős tanítónénimhez köthető, aki már első év végén arra ösztönzött bennünket, hogy a nyári szünetben is olvasgassunk lelkesen, és a második tanévet pedig úgy kezdtük, hogy saját könyvtárat, osztálykönyvtárat hoztunk létre. Akkor az iskolának nem volt önálló könyvtár, viszont vittünk föl saját könyveket, és egymás között cseréltük. És egyszer rá akart arra engem venni, a másodikos voltam, hogy a Pál utcai fiúkat vigyem. Azt ő hozta föl példaként, hogy ne csak mesekönyveket adjunk itt egymásnak, ne csak a hagyományos népmesegyűjtemények cseréljenek, meg a rajzos mesegyűjtemények cseréljenek gazdát. Olvastam meseregényeket, de a Pál utcai fiúk iskoláról szólt, hogy belealapoztam, nem igazán izgatott. Viszont tanév végén megvette nekem ajándékba ezt a könyvet, és ma is megvan valahol az aláírásával, keltezésével, hogy mikor adta ezt át nekem ajándékba, és nyári szünetben végigolvastam, és végig is bőgtem azt a nyári szünetet, mert hát hiába olvastam újra a könyvet, nem ecsek újra is újra meghalt. Úgyhogy onnantól kezdve egy picit nagyobbat léptem, és már nem a mesék érdekeltek, hanem a valós történetek. A versírás az középiskolás koromban kezdődött, amikor is fölkértek egy irodalmi rendezvényen való részvételre, egy szerepjátékban kellett színpadon megjelenni. Óckodtam egy picit tőle, mert a hadarás már akkor is a sajátosságom volt, de a felsőbéves szervezők, akik engem általános iskolás koromból ismertek, mert egy iskolában jártunk, és tudták, hogy mindenféle műsorokban azért részt vettem abban az időben, azt mondták, hogy alkalmas leszek erre a szerepre, és ebben a szerepben elő kellett adnom egy verset is, mégpedig Tóth Árpádnak a Vényligetben című versét. És ez annyira megfogott akkor ez a vers, és mert az én akkori lelkiállapotom is egy ilyen szerelmi vívódás, szakítás körül forgott, hogy ennek mintájára elkezdtem verseket írni. Nem maradtak meg ezek a versek, mert nem versek voltak így utólag, később beláttam, hanem csak csasztuskák, de az, hogy verseket kezdtem írni, az ennek volt köszönhető. Édesapám olyan ember, aki értem mindent megtett. Aki csodát teremtett számomra, hiszen ő abszolút fizikai munkából élt, téglagyárban dolgozott, nem túl egészséges munkakörülmények között, egyrészt fizikai munkásként, tehát rakodóként, másrészt pedig a végén fűtőként zárta az életét, de azért dolgozott, hogy nekem jobb legyen. Egyébként pásztorként kezdte, ezt elmulasztottam mondani. A Hajdúságban gyakorlatilag, meg a Hortobágy peremvidékén ez egy divatos szakterület volt, tehát ő ifjúkorában ezzel indított. Az viszont, hogy ő a téglagyárban dolgozott, az arra is jó volt, hogy engem középiskolás koromban minden esztendőben nyáron 4 hétre nem kényszerítettek, egyszerűen csak azt mondták, hogy gyere, dolgozz, nézd meg, hogy milyen az, amikor kuli munkát kell végezni. Ami fizetést kapsz a gyárban, azt arra használod, amire akarod. Biciklit vettem, Erika táskaírógépet vettem, tehát ilyenekre fordítottam, aztán akkoriban már írogattam a keresetemet, és megértették velem, hogy vannak az életnek olyan kihívásai, és vannak olyan fordulatai és pontjai, hogy igen, érdemes megismerni a kuli munkát is, meg annak a,
erényeit és hátrányait, de talán érdemes tanulni is. Ha édesapámmal azt mondtam, hogy mindent megtett azért, hogy olyan helyzetbe kerüljek, hogy én tanulhassak, és levegyék a vállamról a terhet, hát édesanyám akkor ugyanezt bőséggel. Egyedüli gyerek vagyok, ebből következően minden kényeztetés az én körém érkezett a családból, úgyhogy én azt hiszem, hogy ilyen felhőtlen gyerekkort talán kevesek tudnak fölmutatni. A hajdúságból származom, a hajdúnánási vagyok születésileg, és az életem első 18 esztendejét ott is töltöttem, ott érettségiztem a Kőrösi Csoma Sándor gimnáziumban. Én azt gondolom, hogy sok tekintetben ez is befolyásolt, hiszen mindketten sok gyermekes családból származtak. Az is egy sajátos dolog, hogy én az apai nagyapámat például nem ismerhettem. Fél éves voltam, amikor meghalt. Az anyai nagyapám viszont végigkísérte az életemet. Ahogy telnek múlnak az évek, és ahogy öregszem én magam is, egyre többször kerülnek elő az emlékek. Korábban nem igazán foglalkoztam ezzel, mindig a jövővel törődtem, aztán rájöttem, hogy a jövő az igencsak véges, és egyre gyakrabban előfordul, hogy a múltba tekintek, és tényleg megtörténik, hogy kezembe kerül egy régi fotó, vagy egyszerűen csak eszembe jut egy emlékkép, vagy beszélek valamelyik rokonnal, ne hagyj Isten, édesanyámék dobnak föl valami olyan dolgot, ami az emlékeimet egy picit elkezdi arra fókuszálni, hogy nézzek már utána a történetnek. Igen, előfordul, hogy ezekből versek keletkeznek. A feleségem hozott Máté Szalkára. Életem első Máté Szalkai látogatása egyébként egy picit Képes Gézának, a költőnek is köszönhető, mert a nejemmel épp akkor tájt ismerkedtünk, meg talán 3-4 napja mondtuk azt, hogy együtt járunk, amikor felvetette, hogy Képes Géza Máté Szalkára érkezik, nincs kedvem eljönni. Életemben először Máté Szalkán akkor voltam. Aztán úgy alakult a történet, hogy együtt maradtunk, ez egy hosszabb, lélegzetű sztori lett, mint ahogy általában abban az időben a kalandok indultak, és volt választási lehetőség persze, hogy hol telepedjünk le, de az idősedű szülei miatt mindenképpen Máté Szalkára szeretett volna visszajönni, én pedig fejet hajtottam és elkísértem ide. És megszoktam ezt a közeget, mert azt vettem észre, hogy a szatmár vidéki és a hajdúsági ember picit hasonlít. Hát ez a szókimondó természet, nem köntörfalazunk, nem beszélünk mellé, ez azért itt is megfigyelhető és észrevehető. És hát azért találtam olyan barátokat, ismerősöket, akikkel együtt tölthettem az időt, meg hát most már ugye a gyermekeim is ide kötnek, pontosabban az egyik gyerekem és három unokám, ugye Hitel Máté Szalkán, és ez is egy erős kötelék innentől kezdve. Talán 20 éves lehettem. Hát ez is egy érdekes dolog. Ugye akkoriban felvetették a lehetőséget, hogy ha valaki különbözeti vizsgát tesz, akkor nem kell 2 éven keresztül orosz nyelvet tanulni. Orosz nyelvet ugyanis mindenkinek kellett tanulnia a főiskolán, bármilyen szakra jelentkezett. Na most én mindenképpen akartam szabadulni ettől a nyűgtől, és bejelentkeztem egy ilyen különbözeti vizsgára, viszont le kellett adni mindenféle fordításokat, tehát mit tudom, Lenin és Krupszkaja levelezéséből kellett fordítani, meg a Pravdából valami politikai tartalmú cikket, tehát ezekhez nekem kevés volt a nyelvtudásom, és elindultam az első emeleti folyosón körbe, hogy találok egy olyan orosz szakost, aki hajlandóságot mutat segíteni. És több ajtó zárva volt, az első ajtó, ahol be tudtam jutni a kollégium szobába, az a későbbi feleségem ajtaja volt, aki nagyon rendes volt, mert elvállalta, megcsinálta határidőre, meghívtam egy, ha jól emlékszem, a Zöld Elefánt nevezetű vendéglátóipari egységbe egy kis beszélgetésre, és aztán utána meg együtt maradtunk, hát körülbelül így történt. Valahol elvesztettelek megint. Nem tudom, hogy történhetett, hisz nemrég még egymásban leszkedtünk,
és észre sem vettük, hogyan mélyül távolságá a fénytelen homály. Nem hittem volna, hogy utolér a pillanat, amikor majd eszedbe sem jutok. Nincs arca annak a vasárnapnak, amikor betört hozzánk a kétség, és beszakadtak a szélei a megfakult képnek. Hirtelen elromlott minden, és elnehezültünk végleg. Pedig most igazat hazudnék, de szitáló hó lett a fájdalomból, és kifehéredett a pont, ahová téged bevéstelek. Felitatódtak az álmok, és nem találom a hiányzó analógiát, csak a hiányt magát. Nincs levegőnk, egymásba száradtunk, össze is téphetnélek, de már nem vagy, s már nem vagyunk. Egyszer kihallgattalak. Álmodban motyogtál valami kedveset, kapaszkodni próbáltál belém, de akkor már veszélyesen közel kerültél hozzám. Meggyanúsítottalak, hogy átrendezed az életem, s hogy beköltözöl a hajnalaimba, és kitoloncolod a régi álmokat. Későn eszméltem. És csak amikor a gyanakvásom elfáradt, hallottam meg, hogy a mezők virágai által karcolt képletek nyomán a tücskök majd új álmot szőnek. Szerelmes verseket, bármilyen fura dolog, ilyen kora aggastyán korban is ír az ember, hogy aztán miféle dolgok villannak föl, mi minden kerül ezekbe az írásokba bele, ez megint egy másik történet. Egy időben olvasta a kéziratokat, pontosabban a gépiratokat is, aztán ez valahogy elmaradt. Nyilván egyéb terhek is vannak, tehát nem kell feltétlenül mindent látni. Annál is inkább, mert ami leíródik, az még nem biztos, hogy megmarad. Tehát előfordul azért velem is, hogy törlöm, megsemmisítem, nem érzem jónak. És marad meg olyan is, amit nem érzek jónak, de azt gondolom, hogy talán mégiscsak hozzám tartozik, és akkor nincs szívem megválni tőle. Minden esetre most jobbára már akkor látja, ha vagy folyiratközlésben megjelenik az írás, vagy pedig akkor, ha kötetbe szerkesztve megjelenik. Tehát ilyenfajta kontrollolvasásról nincs szó. Az pedig, hogy tartalmilag miket írok, nagyjából tisztában van a világommal. Hátrahagytalak hiányaimmal, mint egy anyaghibás kávés csészét. Kikötöztelek emlékeim tűzfalára, az összetört ajándékkeret mellé. Jelezve, hogy már nem bíznak bennünk féltve őrzött tárgyaink sem. Hátrahagytalak megfejtés nélküli hajnalainkkal, a könyvekkel megrakott polcok dzsungelében. Hátrahagytalak viaszos tapintású combod emlékével, ámító suttogások csók meleg ízével. Hátrahagytalak betűrendbe szedve szerelmünk minden lényeges helyszínét. Hátrahagytalak a titkok magányával, s csak nekünk szóló szavak örömével. Hátrahagytalak szóköz és vesszőhibák sűrűjében. Aztán egyébként a magánéletet és a lírát, fogalmam sincs. Magam sem tudom, hogy én szétválasztom-e. Nem is gondolkodtam rajta. Írom, ami eszembe jut, ami kikívánkozik belőlem. Viszont van konkrétan olyan vers, ami a mi ifjúkorunkból származik, és a pillanatra is emlékszik ő is, ami ezt a verset aztán indukálta, és nem akkor, amikor történt, hanem cirka 20 évvel később. Tehát ez is egy fura dolog egyébként, hogy a szerelmes vers nem biztos, hogy akkor keletkezik, amikor az események történnek, akkor nem ír rá az ember szerelmes verset írni, mert akkor szerelmes. Akkor ír szerelmes verset, amikor emlékezik. Vagyis nálam talán ez valahogy így alakult. Egy időben megrögzöttem, próbáltam kötött versformákat írni, mert azt gondoltam, hogy az mindenképpen
hasznos és szükséges, és azt gondolom, hogy igen, hasznos és szükséges is, de nem biztos, hogy mindenkinél beválik. És aztán fölhagytam ezzel a próbálkozással, és hagyom, hogy a szavak folyjanak, és nem feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy ez legyen. Hogy ez erénye, vagy egyszerűen csak beletörődés, nem tudom. Képes arra, hogy ha úgy tetszik tömörebb, prózaibb, 5-soros, 8-soros, rövid sorokból álló olyan verset hozzon létre, amelyre az egyik kritikusa is utalt, hogy kisbetűvel kezdi a sorokat és pontok tesz végén, mintha a versek egyetlen végtelen monológnak a egyes darabjai lennének, de ugyanakkor, ha ő akarja, akkor akár liszihonban, vagy szonetben, vagy stancában is el tudja mondani, amit el akart mondani. Igazából, ha mestereket kellene nézni, akkor nálam József Attila volt az az etalon, akit olyan mesternek tekintettem, aki miatt abba hagytam az írást. Mondtam, hogy középiskolás koromban ugye Tóth Árpád indított, de József Attila ifjúkori verseit olvasgattam éppen egy ilyen téglagyári nyári munka utáni délután, amikor nem volt kedvem már a haverokkal sem mászkálni, mert fáradt voltam, és akkor rájöttem, hogy a 17 éves, 18 éves József Attila elképesztő dolgokat fogalmaz meg, és nem azok a kis nyálas szerelmi csasztuskák, mint amikben én gondolkodom. Akkor megpróbáltam én áttérni egy más irányba, és megpróbáltam üzeneteket megfogalmazni, aztán abba hagytam inkább a versírást, és pár éves szünetet tartottam, és igazából az előbb emlegetett Ratkó, meg egy picit Képes Géza is közrejátszott abban, hogy újra kezdtem az írogatást. Olá András az a költő, aki nem egyszerűen költő, hanem egy társadalmi küldetést teljesít be a maga személyiségével is. Azzal, hogy főszerkesztője a Partium nevű folyóiratnak, szintén a ratkói örökséget viszi tovább, és kiválóan, hiszen határon túli magyar költők, az egyetemes magyarság képviselői jelennek meg a Partiumban, de folyamatosan közölnek fordításokat is, hidakat építve román, szlovák és más nemzetiségű és magyar nemzetiségű alkotó, költők és nyilvánvalóan olvasók között. A Partium folyóirat 1991-ben indult Debrecen-Tokaj központtal, és hát nagyjából a 90-es évek közepén, 94-ben kértek segítséget, keresték meg Felhűs Szabolcsot, és Szabolcson keresztül pedig néhány itt élő alkotót, köztük engem is, hogy működjünk közre, segítsünk életben tartani a lapot, és akkor lettem a szerkesztőség tagja. És 2013-tól, 14-től kezdődően viszont valóban én szerkesztem. Gyakorlatilag egyetlen rovat van, amit nem én gondozok, az összes többi rovattal én foglalkozom. Úgy tűnik, hogy valóban a régió lapja tudott lenni, kezdetben csak ennyi akartunk lenni. Valóban a határon túliakkal és a szatmár vidékiekkel is tartottuk a kapcsolatot, egy picit a biharaiakkal és a kárpátaljaiakkal. Most ettől már tovább léptünk, mert rengeteg felvidéki szerzőnk van, és Magyarország területéről is számtalan helyről kapunk írásokat, Székesfehérvártól a Zala vidékig, és Erdélyből is több szerzőnk van, például Marosvásárhelyről. Tehát egy picit a történelmi Partiumon túllépett már a lap. Úgy gondolom példaszerű azzal is, hogy pedagógus hivatását Kürti Lászlóval egyetemben nem adta fel. Tehát nem szabadúszóként akar az irodalomban érvényesülni, hanem fiatal nemzedékeket nevelve föl, és nyilvánvaló, ha a verseit olvassuk, hogy milyen szellemben mindkét alkotóra vonatkozik ez, fiatal nemzedékeket nevelve föl, akik majd tovább vihetik ezt a szellemi örökséget, ha nem is íróként, de olvasóként, mérnökként, vagy bármilyen más foglalkozásban. Vajon miért tekintjük a Kádár korszakot két arcúnak? 1982-ben a
akkor még ötösszámú iskola néven futó általános iskolában kezdtem a pályámat. Ma ott tartok, hogy egyedüli vagyok az iskola alapítói közül, hiszen ezt az iskolát abban az évben adták át, akkor kezdődött itt a tanítás. Hát sajnos a kollégák már elfogytak mellőlem, pillanatnyilag én tartom a frontot. Magyar történelem szakos tanárként kezdtem a pályát, tehát az irodalom jelen volt az iskolában is, de más a irodalomról beszélni és más alkotni. Egyetlen cél volt, ez pedig az, hogy írjak. Még olvasót se akartam egyébként. Tehát az, hogy én egyáltalán elkezdtem publikálni, az igazából a feleségemnek köszönhető, aki nem értette, hogy miért pakolgatom az íróasztal fiókba ezeket az írásokat, amiket akkor már nem csak kézzel írtam, hanem az előbb emlegetett Erika írógépen le is pötyögtem. És ő ösztönözött arra, hogy hát valakinek most már mutassam meg, hogy mégis mik ezek. És igazából akkor az volt az első lépés, hogy na jó, hát akkor publikáljak. És akkor bejött. Megjelentek a verseim. Én magam is meglepődtem, mert nem gondoltam, hogy én valóban klasszikus értelemben író vagy költő vagyok. Aztán, hogy elkezdtem folyamatosan publikálni, akkor jött a következő lépés, hogy hát akkor jelenje meg egy kötet. És amikor a kötet is megjelent, akkor jött a következő, akkor legyen egy újabb kötet. És igazából ez történik. Ezen túl én nem látok semmilyen világmegváltó tervet magam előtt. Írom, ami kikívánkozik belőlem, és publikálom. Hogy ez célnak megfelele, vagy ez meglehetősen szerény, nem tudom.